8 perc hírnél, ugye? Mi történik akkor, hogyha a gyerekeknek kiszárad az agyag? Van-e arra módszer, hogy hogy nedvesítsék meg? Hát a kis ügyes kezükkel nedvesíteni, ahogy mondtad, és nem vizezni, mert hogyha túlvizezzük, akkor ha túl sok vizet kap az agyag, az nem jó, mert elázik, hogyha meg nem kap elég vizet, akkor meg nem lesz nedves, akkor meg használhatatlan lesz, és egy idő után törni fog. Megmutatnád, hogy hogyan kell ezt csinálni? Hogy ne vizes legyen, csak megnedvesíted? Igen. Nem az enyémön, itt van a kis hölgy munkája. Itt helyenként egy kicsit repedezett. Igen. Egy nagyon picit teszek rá, és összedolgozom. És csak ott, ahol szükséges, nem állszottam el az egyik össze. És el is tűnt a repedezés. Én át tudom, hogy vizeset érzem, szóval át tudom, hogy törölni. Töröltem.